új autót, egy Mazda terepjárót kapott a 3. kerületi polgárőr egyesület az önkormányzattól. A gépkocsit Búzs Balázs polgármester adta át a főtéren Szűcs Jánosnak, a helyi polgárőrség vezetőjének. Több éve már egy nagyon jó együttműködés alakult ki, mind a katasztrófavédelem, rendőrség, polgárőrség, közterületfelügyelet között. Minden olyan akcióban részt vesznek, akár az árvízvédelem, akár például egy bomba esetén egy területnek a lehatárolása, amiben a kerületi biztonságot tudják segíteni. Ezért volt nekünk is fontos, hogy olyan járművel segítsük, ami hegyen is, meg egyéb helyeken is tud szolgálatot teljesíteni. Az autót felszerelték életmentő készülékkel, a rendőrséggel közvetlen kapcsolatot teremtő rádiótelefonnal, GPS-szel és a rendszámok azonosítására alkalmas rendszerrel is. Szűcs János, a helyi polgárőrség vezetője elmondta, a terepjáró azért nagy könnyítés, mert a nehezen megközelíthető helyekre is el tudnak jutni. Van két autója már az egyesületnek, egy 13 meg egy 15 éves Opel, illetve Volkswagen, amelyek alkalmatlanok arra, hogy a hegyes részekre fölmenjenek. És a kerület jelentős hányada a hegyes terület, és mi vállaltuk azt is egy országos program keretében, hogy a külterületek biztonságát preferáljuk, illetve jelentkeztünk a programra. A polgárőrök már az új autóval járőröznek Óbudán.